Sziasztok, én Vence vagyok, és ez itt az EFC 24 Akadémia Legendák Bolton Wanderers sorozat második része. Mindenkinek köszönöm, aki tag lett az előző, vagyis hát a nulladik rész után, és meglepően meglepően láttam azt, hogy nem ment csődbe az egész 24 óra alatt, szóval aki tag lett, azt köszöntöm a második epizódban. Egy kicsi admin beszéddel szeretném indítani ezt az epizódot. Aki tagja a Discord szervernek, vagy esetleg még nem tagja a Discord szervernek, és tudja, hogy ezen a csatornán szoktam kézbe adni játékosok kinézetét a nézőknek, és mindenki tudja customizálni az ő szeretett kinézetére egy adott játékost, akkor az tudni fogja, hogy most szerintem mi fog következni. Minden tagot megkérek, hogy a kommentekbe írja le a Discord nevét, és hogyha még esetleg nem része a Discord szervernek, akkor csatlakozzon. Mindenki kapni fog egy exkluzív tagrankot, és hozzá lehet férni. Hát egy külön részének a Discord szervernek, azt még nem igazán döntöttem el, hogy mik lesznek benne, de az biztos, hogy ennek a sorozatnak a Discord szervere, Discord csevegő részlete, az biztos, hogy csak membere, hogy csak tagoknak lesz elérhető, és akkor azon belül lehet foglalni játékosokat, és azon belül lehet customizálni őket, és talán még lesz egy külön chat szoba tagoknak is. Szóval mindenki, aki tag lett, azt megkérem, hogy írja le a Discord felhasználó nevét, és akkor kapni fog egy külön member, vagy hát slash member, slash tag rankot. És akkor most már félretesszük a pofázást, és belekezdünk a sorozatba. Az első három mérkőzésünk ebben a sorozatban a Lincoln City, a Wigan Athletic és az Oxford United ellen lesznek. Ebből kettő League One mérkőzés, egy Carabao Kupa mérkőzés lesz. Hát a preseason miatt már az első mérkőzésen rotálnunk kell, és bal hátvéd helyett jobb hátvéd fog betölteni azt a pozíciót. Kis, Pardo, Wilkins, Morales, Bustos, Pinto, Ali, Machado, Cech, Lacroix, Adams. Ez az első kezdő 11-ünk a sorozatban. Bolton Wanderers, Lincoln City. Itt az idő, hogy hozzászokjunk egy új kezdő 11-hez és egy új adag futballistához. Lacroix tartogatja a labdát, majd aztán rálövi, Jensen véd. Pardo. Pardo! Fölé! Check. Check. Indítja Lacroix-t, aki nagyon helyzetben van. Lacroix! Ott van a sorozat első gólja, 28. perc. Még nem tudom a teljes neveket ebben a csapatban, szóval maradjunk annyiban, hogy Lacroix góljával 1-0 Bolton. Lincoln City szabadrugás, Hamilton. Jól érkezik a 16-oson belőle, Montsma fejel föl, viszont nagyon el fogja kerülni kis kapuját. Ali indítja Cseket a bal szélen, és nagyon sok területtel jelt a bal szélső. Csek! 2! 39. perc, nem tartott sokáig a második gól. Csek a gólszerző, 2-0. Hamilton, Wilkins a 38 overall középhátvéd zsebében tartja a Lincoln City támadósort. Ali, Walker, területtel, Hackett, gól! Egy másodperccel a fade vége előtt szépít a Lincoln, és kis gólt kap, 2-1. Lacroix, Pascal Lacroix, talán túl hamar lőtte rá. Machado, Adams, Lacroix. Mondanám, hogy egy passzos játék, vagy egy érintéses játék, de nem az! De így is gólt szerzünk belőle, fél órával a vége előtt. Ali a gólszerző, a mi, hát jelenlegi JJ Okocsánk. 3-1. Lacroix. Nem tudja tovább tenni Alinak, de Ali mégis megszerzi. Adams. Az amerikai jobb szélső is gólt szerez! Hát mondanám azt, hogy mindenki gólt szerzett a csatár hármasból, de nem, mert a bal szélső még nem. Fú, de rossz vagyok nevekkel még a sorozat elején. Adams a gólszerző. 4-1. Ja, de Cech szerzett gólt. Akkor mindenki szerzett gólt a támadó hármasból. És Pelletier indíthatja Novákot. Kicsit hosszú a francia labdája, de beéri a szlovén. Adams. Pelletier visszajut hozzá az egész akció. Az már les, de Pelletier meg tudja tartani a labdát. És még mindig az övé. Pelletier lő! Hát mekkora szóló volt a francia középpályástól, de végül kaput elkerülő lövés lett a vége. Mandzsiu középre, kisvéd! De Silva szöglete.
jön egy fejes, amit kisüt el, és végül meg tudja fogni. Még egy utolsó Lincoln akció belefér, Erhahon. Nagyon mellé. Egy golgazdag kezdés, 4-1-re verjük a Lincoln Cityt, úgyhogy a támadó hármasunkban mindenki betalált, és egy óvra kiváló teljesítmény. A vége Bolton Wanderers 4, Lincoln City 1. A Wigan Athletic otthonába utazunk, még mindig nem éppen egy teljes kezdő 11-jel, most már viszont csak két rotáció van a csapatban. Kis, Adam, Carmona, Morales, Bustos, Pardo, Ali, Machado, Cech, Lacroix, Ibrahim, Wigan Athletic, Bolton Wanderers. Ez a kék-fekete mez kombináció lehet nem a legjobb ötlet volt, na mindegy, túléljük. Humphries, kinyílunk, és Adéko gólt szerez. 5. perc, egy passzal verte meg a védelmünket a Wigan, és megszerzik a vezetést. Adéko a gólszerző, 1-0. Carmona. Passzátok, melyre hangosak vagytok. Machado. Ali kapja vissza, és tűzi rá távolról. Ibrahim tovább tudja tenni Alinak! És abból valahogy nem találunk be. Smith. Humphries jól teszi tovább! És megint egy ugyanolyan gólt kapunk, 25. perc. Jones ugyanolyan gólt lő, mint Adéko 20 perccel ezelőtt. 2-0 Wigan. Jones most kapja. Humphries! 3. 39. perc. Cafatokra szed minket a Wigan. 3-0. Humphries nagyon könnyen jut a 16-oson belőle ki is. Akányszor akcióba kerül a Wigan. Azt lehet érezni, hogy be fognak belőle találni. Kis véd. Jones szöglete. Humphries! Nagyon sok helyzetet kap Humphries, és ez nagyon nem tetszik nekem. Hassan indítja Cseket. Na talán most egy kis remény érkezhet a bal szélsőtől, de ő fölé lövi. Lacroix indítja a kontratámadás, miközben a Wigan szurkolók szétordítják a fülemet. Három szögeket játszik a Wigan, de aztán elveszítik. Cech. Pascal Lacroix, tikölvéd. Na talán egy gól még benne van. Lacroix! Jaj. Adéko labdát veszít. Pardo. Jó helyzetben van. Hosszún érkezik Hassan, aki ráfejeli! És tikölvéd nem tudja kiszedni. 84. perc. Lehet, hogy túl későn, de van egy szépítő gólunk. 3-1. Adam Novák megpróbálja beívelni. Meg is találja a szlovént. Az lepattan. Középre fejelt labda, Lacroix pedig nem találja el a kaput. Hát legalább szereztünk gólt. Ennyi pozitívum volt ezen a mérkőzésen, mert ez a meccs az teljes ellentétje volt annak, amit a Lincoln ellen láttunk, és ezekből a cutscenekből ítélve ez valószínűleg egy darbi volt. Megérdemelten nyer a Wigan. A végeredmény Wigan Athletic 3, Bolton Wanderers 1. Nagy rotáció az Oxford United elleni Carabao Kupa mérkőzésre, egy azért, mert fáradtak a srácok, kettő azért, mert Carabao Kupa mérkőzés, kupa meccs, még most igazán nem számítanak nagyon a hazai kupasorozatok, és úgy overall a kupasorozatok nem igazán számítanak, mivel még az első szezonban járunk, de így fogunk felni az Oxford United ellen: Farkas, Frank, Buck, Wilkins, Martinez, Pinto, Balogun, Ali, Cech, Becker, Adams, Oxford United, Bolton Wanderers. McEachran nagyon rosszul eladja. Adams, hogy lehet jól eladni? Moore. Rosszul már az alapvonalnál, Wilkins meg akarja forgatni. De úgy néz ki, senki nem fog átjutni a 38 overall közép hátvéden. Adams. Brennan középre. Osszula! Farkas! Murphy. Osszula! Farkas véd! Ali, Cech. De pillanatra 4-2 ellen volt. Cech hosszún érkezik. Adams! És belelövi meg Intibe. Brown kapja. Brown középre. Murphy felé. Brennan. Osszula lefordul mellé. McEachran. Ruben Rodriguez. Farkas véd. Ruben Rodriguez. Jéd. Jó labda! Hát az biztos, hogy az Oxford a dominánsabb csapat. Frank. De mi van, hogyha mi vagyunk a nevető utolsó? Nagyon jó labda! Meginti. Cech. Miért ne? Cech! Meginti. Novák be fogja érni. És indíthatja Adams-et, akinek már volt egy nagyon nagy kihagyott helyzet ezen a mérkőzésen, és ezt is kihagyja.
Szöglet. Hassan fenntartja a nyomást. És Cseh kap egy jó labdát, és ezt már nem hagyjuk ki. 91. perc. Úgy néz ki, hogy Cseh góljával megyünk tovább a Carabao kupában, de azt a mindenit, hogy nem érdemeljük ezt meg. Cseh a gólszerző, Limbs a vendégszektorban. És úgy néz ki, hogy megyünk tovább a Carabao kupába. Hát ki volt a jobb csapat ebben a 90 percben, az Oxford? Ki volt az, aki gólt lőtt? A Bolton. Nagyon, már a második fél idő elején nagyon letargikus támadásaink voltak. Lehet, hogy Kavanagh cserélhetett volna hamarabb is, de végül nem számított, mert Jakub Cseh a 91. percben másfél perccel a vége előtt tovább lő minket a Carabao kupában. Egy nagyon, hát nem várt győzelem, azt nézve, hogy alakult ez a mérkőzés. De megyünk tovább, a vége Oxford United 0, Bolton Wanderers 1. És akkor az első epizódot, vagyis hát az első mérkőzésekkel teli epizódot, de hogyha szekvenciálisan megyünk, akkor a második epizódot. A 8. helyen zárjuk a League One-ban, egy győzelemmel, egy vereséggel, és tovább mentünk a Carabao kupában egy nagyon nem megérdemelt győzelemmel. De ennyi volt a második rész, hogyha tetszett, akkor lövjetek egy lájkot, iratkozzatok fel, vagyis hát nektek már nem kell mondani, hogy iratkozzatok fel, mert ha tagok vagytok, akkor már fel vagytok iratkozva. Át kell gondolnom az outrót erre a sorozatra. Én Bence voltam, találkozunk legközelebb. Sziasztok!